Köszöntöm a Karc FM rádió hallgatóit és a YouTube csatornán nézőit. Az ember természete, hogy igyekszik számára kedvezően befolyásolni az eseményeket. A magyar történelemből is számos eset felsorolható, amikor egy személy, állam vagy népcsoport anyagi vagy fizikai eszközökkel próbált előnyre szertenni a versenytársakhoz képest. A rendszerváltozás óta eltelt bő 30 évben ugyanakkor példátlan, hogy valaki a magyar kampányfinanszírozási törvényt megkerülve egy hivatalosan civil szervezeten keresztül külföldi segítséggel próbál beleszólni a magyar belpolitikába, majd mindezt el is ismeri. A számadó mai vendégei Nagy Ervin, a XXI. század intézet elemzője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! És paló a századvég közéleti tudásközpont alapítvány vezető elemzője. Üdvözlöm! Jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat! Induljunk ki az aktualitásból. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt már Kizaj Péter egy interjúban büszkélkedett el azzal, hogy mindenki Magyarország a mozgalma jelentős pénzt, 1,8 milliárd forintos támogatást kapott a tengeren túról a tavaszi országgyűlési kampányban, amit a kormányváltás előmozdítása érdekében használt föl. Az ügyet azóta a titkosszolgálatok is vizsgálták, a Nemzetbiztonsági Bizottság feloldotta az anyag egy részének a titkosítását, ebből pedig olyan dolgok derülnek ki, hogy az eddig ismert összeg duplája, mint egy 3 milliárd forint amerikai támogatás érkezhetett az Action for democracy keresztül, és többek között a Bajnai Gordon korábbi szocialista miniszterelnök nevével fémjelzett adatot adatat, adat, adatat cégcsoport, illetve egy kiadóvállalat is kapott pénzt. A jobboldali sajtó, illetve a jobboldali politikum felkapta ezt az ügyet, a baloldali politika hallgat, és a vele egy platformon álló sajtóorgánumok is, az sugalva, hogy nincs itt semmi látnivaló. Nincs itt semmi látnivaló? Nagy Ervin. Véleményem szerint van. Az, hogy példátlan az egyértelmű, bár elképzelhető, hogy megtörtént, csak nem tudtunk róla, de az valóban példátlan, hogy ennyire nyilvánvalóan megpróbáltak, illetve hát be is avatkoztak a magyar választásokba. Az, hogy egy birodalom így viselkedik, az valóban nem egyedülálló. Hát, ahogy ön is idézte az emberi természet velejárója, és a birodalmaknak is a, a természetében van kódolva az, hogy megpróbálnak érdekeket érvényesítve nemzetállamoknak a belügyeibe beavatkozni. Ezen szerintem nincs olyan nagyon mit csodálkozni. Azt, hogy ezt egy szövetségessel Magyarországgal szemben Amerikában tengeren túli politikai csoportok teszik, ezen már azért el lehet gondolkodni, de szerintem a dolog ott kezd érdekessé válni, és szerintem ott beszélhetünk igazán valódi nagy problémáról, amikor azonosítjuk azokat a csoportokat, akik Magyarországon vállalták ennek a ennek a képviseletét. Azaz Magyarországon vállalták azt, hogy nemzetközi érdekcsoportok, üzlet és politikai érdekcsoportok érdekeit képviselik, megsértve ezzel a demokráciát, megsértve ezzel a választópolgároknak az akaratát. És hát ez egy szuverenitási kérdés is, tehát ez valamilyen módon arról is beszélni kell, hogy ezzel ők a magyar szuverenitás ellen úgyhogy szerintem ez egy példátlan dolog, ö, nagyon súlyos ö, problémáról van szó, aminek valószínűleg lesznek jogi következményei, de ezt még nem lehet megelőlegezni, nyomoz a NAV, nyomoz a rendőrség, és még a titkosszolgálatok is teszik a dolgukat, de a politikai következmény szerintem egyértelmű. Ezt a baloldal nem tudja magáról lemosni, amennyiben a baloldal nem újul meg, ezt magán fogja hordozni az elkövetkezendő években. Megújulhat-e a baloldal egyáltalán igényként jelentkezik-e, hiszen erről szerintem az elmúlt bő tíz évben nagyon sokszor beszélgettünk, és visszautalva, hogy a, a baloldali sajtó hallgatás az valamelyes tárulkodó lehet, illetve hogyha összefoglalható abba, hogy szerintük nincs itt semmi látnivaló. Egyfajta értékként is van ez bemutatva, mintha tényleg nem lenne semmi látnivaló, hogy az amerikai Egyesült Államokból érkezett pénzek, illetve azzal befolyásolni próbálták a magyar választásokat. Engedtessék meg, hogy egyet visszalépjek, vagy hátrébb. A század végeztünk és publikáltunk is arra a vonatkozó kutatást, hogy mit gondolnak a magyarok arról, hogy mondjuk az Egyesült Államoknak alapvetően a partneri diplomáciai szabályokat kell figyelemben tartva a Magyarországgal fenntartani kapcsolatot, vagy uh, különösebb beavatkozás volna szerencsés. 76% a magyaroknak véli úgy, hogy a diplomáciai alapvető nemzetközi szabályoknak megfelelő kapcsolatokat kell fenntartani. Tehát magyarul háromnegyede, csak kicsit több, mint háromnegyede, mindenféle ilyen vagy ehhez hasonló bármiféle megkerülést, ami nem a diplomáciai kapcsolattartásnak az általános módját jelenti, azt elutasít. Ezt csak szeretném leszögezni, hogy ez alapvetően túlmegy azon, vagy túlmutat azon, amit az ellenzék gondol, hogy ez mekkora társadalmi támogatottságot élvez, akár még a saját szavazóbázisukban is látszik, hogy lényegesen nagyobb aránya a magyaroknak utasít el külföldi beavatkozást, mint ahányan a, mondjuk a kormánypártokra szavaztak múlt tavasszal. Tehát ebben szerintem konszenzus van itthon. Az látszik, hogy problémával küzd az ellenzék, legyen az média vagy párt. Ez egy forró krumpli. Egymásnak dobálgatják, passzolják a labdát, próbálják elhárítani a felősséget. Ugyanakkor az látszik, hogy Márkizai Péter őrült módon próbál még mindig a média fényben tündökölni, és ha ez az kell, hogy. Neki ez kapóra jön, vagy legalábbis az az érzése az embernek, hogy nézi a híradásokat, hogy hogy ennek oká még mindig ott lehet. Igen, Márkizaj Péternél a, ez egy céleszköz probléma, mert nem fárasztanám ezzel a hallgatóságot, de röviden annyi a lényege ennek, hogy, hogy alapvetően egy szereplésnek, egy megszólásnak egy politikus esetében van egy célja. Nem azért mond valamit egy politikus, hogy önmagában ott lehessen és mondhasson valamit. Márkizaj Péternél néha az ember úgy érzi, hogy maga a cél az az eszköz, tehát maga az a cél, hogy szerepelhessék, és az eszközt összetéveszti, mert az, az, valójában a szereplés az eszköze kellene legyen annak, hogy valamit állít, valamit ezzel mond, valamit ezzel tesz. És éppenséggel ennek az az ára, hogy valami ilyesmit kikotyog, mert kicsit az érzésünk, mint amikor így kikotyogják az emberek a, a már régóta az ő terhüket nyomó titkot. Közben a többiek, Sora az ellenzéki oldalon, Gyurcsánytól az LMP-ig mindenki Ő nem tudta, nem hallott róla, nem is föltételezte, hát ha ennyi pénz lett volna, akkor az föltűnt volna nekik, stb. 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 De azért mégiscsak arról van szó, hogy itt megkerülve alapvetően a törvényhozó korábbi akaratát jelesül, hogy Magyarországon ne lenyenjen meg a választási kampányban külföldi érdek. Ezt megkerülték, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy pártok kötelezettségeit vállalta át a közös kampányban, pártok helyet fizetett a közös kampányban ezekből a forrásokból, a mostani feltételezések szerint a, ez a mozgalom. Ami azért mégiscsak felveti a, annak a lehetőségét, hogy akkor tulajdonképpen kinek az érdekében és mit csinált ez a mozgalom. Ez a pénz ez kötődik Márki Zajpéterhez. Csak feltételezzük, nem vagyunk nyomozó hatóság, hogy Márki Zaj Péter személye nem feltétlenül releváns a történetben. Amit tudjuk, tőle tudjuk, de lehetett volna esetleg más miniszterelnök jelölt is. Én azt hiszem, hogy a Gergely lett volna, akkor ugyanígy beálltak volna ezek a támogatók a kampányba. Ennyiből nem releváns. Annyiból viszont releváns, hogy mégis csak kell egy fogadókészség. Tehát Márki Zaj Péter ezeket az összegeket elfogadta befogadta, tudott róla, sőt, hát most valóban nehéz megfejteni, hogy miért, de most büszkén is beszél erről. És a fogadókészség szerintem megvolt a többi párt esetében is, úgyhogy itt Márki Péter személye egy fontos láncszeme ennek a történetnek, de szerintem az egész baloldali ellenzékről beszéltünk ebben az esetben. Ugye azt mondják, és próbálják rátolni Márki a többiek, hogy a felelősséget, hogy ők nem tudtak erről. Azért nagyon nehéz elképzelni, hogy 3 milliárd forint, vagy hogyha csak a mindenki Magyarországért mozgalmát nézzük, akkor 1,8 milliárd forint ne tűnt volna fel egy kampányba. De most, ahogy nyilvánosságra kerültek a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknak is bizonyos megállapításai, szerintem még korán sincs ennek vége, ez folytatódni fog, illetve vasárnap Rákai Filip egy leleplező videót közölt, azért egyre tisztában látjuk, hogy ez egy hálózat volt. Ez egy olyan hálózat volt, amely tervszerűen avatkozott be a magyar választásokba. És amikor arról beszélnek a pártok, mondjuk most kiemelnék egyet, mert szerintem erről nagyon keveset beszéltünk, a demokratikus koalíció ugye erről nem tudott, akkor ez egyszerűen nem igaz. Én megnéztem azt az anyagot, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott, azon van egy ilyen egy ilyen személyi átfedés, egy személyi hálózat, és ebben a személyi hálózatban megtaláljuk Ceglédi ügyvédi irodáját. Hát ő a Demokratikus Koalíciónak a vezető, egyik vezető politikusa. Megtaláljuk ebben a hálózatban az IDEA intézetet. Hát ott Böcskei Balázs vezeti az IDEA intézetet, aki Gyéni Erzsébetnek volt a tanácsadója. Ő a Demokratikus Koalíciónak volt a főpolgármester helyettese. Tehát nyakig benne van a Demokratikus Koalíció, azt kell, hogy mondjam. És egy zárójeles megjegyzés, mert erről keveset beszéltünk, és szerintem érdekes lehet a hallgatók számára, hogy amikor az Idea Intézet, ugye ez a Böcskei Balázs által vezetett intézet, Facebookos, Facebookos kutatásokat készített a kampány során, akkor mi politikai ö, szakértők vagy politikai elemzők azon gondolkodtunk, hogy ez mire jó. Hát, Facebookos Facebookos kutatás az nem mérvadó szemben egy ö, valódi közvéleménykutatással. És szerintem most már világos a helyzet. Az egész arról szólt, hogy ezek a kutatások is adatgyűjtések voltak a Facebookon keresztül. Tehát a Datadat nevezetű cég, amit Ficsor Ádám, Szigetvári Viktor és Bajnai Gordon vezet, adatokat gyűjtött a Facebookon keresztül és ehhez eszközként használta az IDEA is. Tehát egy adatgyűjtés történt, ami szerintem törvénytelen, itt azt lehet, hogy meg lehet fogni, a pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség, lehet, hogy ezt is meg lehet jogilag fogni, de azért még nagyon messze van szerintem az, hogy valami fajta vádemelési állapotba kerüljen ez az ügy, de, de szerintem eljöhet ennek is az ideje. Elérkezhet eddig, vagy megmarad a politika szintjén. Nehéz úgy a kettőt érdemes különválasztani, mert az egyik része, ami valószínűleg a lassabb lesz sajnos, ez a jogi része, azért, hogyha nyilván jövőben nem látunk, de hogyha az eddigi tapasztalatainkból indulunk ki, azért hazánkban nem mindig a leggyorsabban őrülnek a, a, igazságszolgáltatás ilyen malmai, ami nyilván az is, vagy annak is lehet az oka, hogy megpróbálják azért körültekintően az ügyet föltárni, és ha már Ervin utalt rá, valóban a, például a napvilágra került, tehát már nem titkosított anyagok, azért kellően bonyolult személyi és amúgy szervezeti hálót is tartalmaznak, azt mindenkinek ajánlom figyelmébe letölthető és megtekinthető, tehát amúgy egy érdekes anyag, kellően bonyolult is. Viszont az látszik, hogy van egy politikai része a dolognak, amivel viszont valamit kell kezdeni. Mert azért itt megjelent egyrészt egy olyan külföldi érdek a kampányban, ami financiálisan beleállt a, vagy mögé állt ezeknek a pártoknak, és cserébe innen néz úgy tűnik, hogy azért pár dolgot biztosan kért. Emlékszem rá, még ebben a rádióban is beszélgettünk a kampány alatt, hogy hogy lehet visszajönni megint, most mondok egy példát, kórházbezárásokkal, meg egészségügy privatizációval megint csak hallottuk a gyakorlatilag az SDS a kormányon a lévő ötleteit vissza Márkezaj Péteréktől. Senki nem értette, hogy hogy lehet, hogy a magyarok egyszer ezt elutasították, népszavazás is volt erről, és mégis. És innen nézve, vagy innen ülve, úgy tűnik, hogy most áll össze a kép, hogy vagy megnézzük a, a nagy energiaszolgáltató privatizációs kérdését, vagy a rezsicsökkentés eltörlését, amit szintén szolgalmaztak a baloldalon. Ezek mind, mind olyan kérdések voltak, amiket nem értettünk, hogy miért kerül elő egyáltalán a kampányban, hogy szeretne valaki népszerű lenni hogy olyan dolgokról, amiről bizonyosan lehet tudni, hogy a magyaroknak legalább három van olyan kérdés, hogy 80-90 a egyértelműen a másik irányba mutat, vagy másik irányba döntene, mégis előrehozakodnak. Hát valószínűleg azért, mert a megrendelő ezt kérte. Na most az önmagában egy dolog, hogy ennek hogy volt a jogi része, akár a pénzmosással kapcsolatos vádak, akár az adatgyűjtése, de azért mégiscsak arról van szó, hogy Márkizaj Péter az ország vezetésért jelentkezett. És azokkal a szövetségesekkel, akikkel együtt indult, azokkal arra tett, kértek bizalmat a választóktól, hogy Magyarországot vezessék. Úgy, hogy a kampányban és az ötleteikben megjelentek külföldi érdekeknek megfelelő programpontok, és a kampányban azért nagyon fontos, sosem adnak ingyen pénzt. Tehát behajtották volna azt a számlát. Na most innentől már fölmerül a kérdés egyáltalán, hogy is mondjam, hazafias magyar politikus tesz -e ilyet? Egyáltalán lehet-e így, lehet -e így, kampánytevékenységet folytatni, hogy az emberről kiderül utólag, hogy hát jelentős összegeket fogadott el, és csak egy fél gondolattal Ervin utalt Karácsony Gergelyre, ez egy karácsonyra is megjelent, és a mai napig nem tisztázott például annak a cégnek per mozgalomnak a sorsa, ami valahol ott Pest megyében van, azt hiszem bejelentve, ha jól emlékszem, valami villában, a, ami a 99 mozgalom mögött volt, és ott is a, a szóbeszéd szerint hát kellően dühös támogatók per befektetők vannak a háttérben, mert hogy nekik nem azt ígérték, hogy Karácsony egy hirtelen visszakozni fog, azért egy fél milliárdot abba is gyorsan beletoltak, mielőtt Karácsony Gergelyt elütötte a kampány villamosa. Szóval azért ez egy érdekes kérdés, Megint csak azt látjuk, hogy a baloldalon nem sikerült sajnos úgy egy kampányidőszakot a hátuk mögött tudni, hogy abból ne titkos vizsgálat, meg pénzmosással való gyanú és hasonlók legyenek. Ez azért gondolkodásra ad okot, főleg úgy, hogy látszik, hogy még így sem sikerült a mérséket, sikernél nagyobb sikereket elérniük, és akkor most elegánsan fogalmaztam. Hogyha a baloldali orgánumok sajtó, de akár a baloldali politikusok is. 2016-tól, amikor Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államok elnökének, nagyon sokat beszéltek arról, cikkeztek arról, hogy az orosz befolyás az mennyire rossz az Egyesült Államok szuverenitása szempontjából, és mennyire sérti az az érdekeket, hogyha egy, egy elnök így kerülhet hatalomra. Hogyha ez fölvetődött, akár a magyar sajtó egy részébe is, illetve itt most egységesen lehet mondani, mert jobb oldal és bal oldali egyaránt, akkor az, hogy valaki a magyar szuverenitásba ilyen szinten akar beleszólni, illetve az érdekeit érvényesíteni, az hogy, -hogy csendbe marad? A, erre a válasz az az, amit már André is pedzegetett, hogy igazából itt az érintettségnek a és az abból az érintettségből fakadó felelősségnek az eltolásáról van szó. Tehát nyilvánvalóan a baloldali sajtó, cinkosok közt vétkes, aki hallgat ebbe az helyzetbe, egy kicsit képzavarral és egy kicsit átírva ezt a gondolatot, valóban igaz az, hogy együttműködve és a baloldali pártoknak az érdekeit szem előtt tartva megpróbálja agyon hallgatni ezt az ügyet. És a kettős mérce az tapasztalható, én még az az Egyesült Államok példáján kívül még tudnék ezer ilyen példát mondani, szerintem a hallgatók is emlékeznek még arra, amikor Franciaországban Euh, Meréle lepentő, azzal gyanúsították, hogy orosz pénzeket fogadott el, vagy a Szabadságpártot Ausztriában is ezzel gyanúsították. Tehát valóban itt egy kettős mércét vélünk felfedezni, és ö, tényleg, hogyha, ez egy költői kérdés nyilván, de tényleg, hogyha a másik oldalról közelítenénk meg, hogy vajon mi történne akkor, hogyha Oroszországból érkező pénzek jelenének meg, akkor micsoda nagy botrány lenne ebből, és érdekes, hogy ennek ellenére ezt a botrányt valóban a baloldal megpróbálja elfolytani, és a baloldali sajtó is megpróbálja radar alatt tartani, és hát biztos, hogy ez van mögötte, hogy a baloldali sajtó nem annyira független, mint ahogy önmagáról állítja, hanem sokkal inkább összejátszik ezekkel a politikai közösségekkel. Már csak azért is, mert abban a hálózatban, amit most nyilvánosság elé került, és amiben már látjuk így a kapcsolatokat, azért megjelenik egy cég is, ez az Orákulum Kft., amely körülbelül egy milliárd forintot kapott, és nekik van egy hírportáljuk, és ez a hírportál, ez az ez a lényeg.hu, ami egyébként a kampányban részt vett. Tehát a sajtó is a kampány része volt, a baloldali sajtónak egy része is részesült azokból az amerikai pénzekből, amelyekkel beavatkoztak a magyar választásokba. Lépjünk hátrébb történeti kitekintésbe, nem új keletű Washington támogatása, vagy hogy tőle várják bizonyos politikai csoportok a segítséget. A rendszerváltás megelőzően a Szovjetunió gyengülésével nagyon sokan várakozással tekintettek a tengeren túlra, aztán 90 után ez felerősödött, és nagyon sokan már a taxis blokádba is felsejleni lát az amerikai titkosszolgálatot, illetve hát egyértelműen az amerikai külügyminisztériumot. Előtte egyébként már Palmer a 90-es éveket megelőzően, illetve utána is az akkori Budapesti nagykövet, hát finoman szólva is sorvezetőt adott bizonyos rendszerváltó akkor ellenzéki pártoknak, hogy mit és hogyan állítsanak elő ahhoz, hogy felépítsék a kívánt, az általuk kívánt demokráciát. Igen, mert itt volt egy olyan filozófiai különböző álláspont, ami ütközött egymással. A Nyugat és az Egyesült Államok úgy gondolkodott erről a térségről, hogy ők ezt a térséget legyőzték, és minden, ami itt történik, az egy ilyen ő általuk gyarmatként kezelt világban történik. Tehát, ha ők egy háború győztesei, akkor ők ott majd diktálják, hogy mi legyen. A, 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 jövő, és hogy hogy alakuljanak a De politikai viszonyok. ez utáni világkép folytatása csak ellentétes pólusból? Igen, egyértelműen. Tehát, hogy ahogy a szovjetek érdekszférájuknak tekintették a szovjet államokat, ugyanúgy 90 után az amerikai Egyesült Államok is befolyási vezetének tekintette a közép-kelet-európai térséget. Abszolút így gondolom. Ez olyan rég az, hogy mi tavaly jelentettünk meg egy könyvet a soros birodalomról, és a ez volt a cím, hogy a nagy terv, ott már a 80-as években is leírjuk azt, hogy a különböző soros szervezetek miként vertek gyökeret Magyarországon, és próbálták a rendszerváltoztatást elősegíteni. Az nyilván egy örvendetes dolog, hogy segítették a rendszerváltoztatást, csak mondom, a filozófiai különbség az az, hogy mi magyarok úgy gondolkodunk, hogy kivívtuk a szuverenitásunkat, tehát szeretnénk független államként, független nemzetként a saját sorsunkkal, a saját sorsunkról dönteni. Azodáig az Egyesült Államok és a Nyugat egy része nem így gondolkodik, hanem ő úgy gondolkodik, hogy ezt a rendszerváltoztatást, mivel ők csinálták, ez az ő értelmezésük, ezáltal ő ők is fogják ezt a térséget a jövőben egyfajta gyarmatként irányítani. Hol van a határvonal? Egy szuverenizmus, illetve internacionalizmus csap össze, hogyha ideológiailag nézzük. Mi az a határvonal, ahol egy külföldi érdek, ha lehet egyáltalán erről beszélni, az még törvényes határokon belül marad? Tehát, hogy valaki követendő példaként tekint az Amerikai Egyesült Államokra, vagy a finanszírozáson keresztül valamilyen érdekeket akar meggyökeresztetni? A dolgot két helyről lehet szerintem a legkönnyebben megfogad, vagy megfogni. Az egyik, a, ha már a 90-es évek szóba került, akkor egy párhuzam hogy ki az, aki erre vevő. Tehát ki az, aki elfogadja ezeket a pénzeket, vagy ki az, aki a, a parancsot elolvassa, és a, ennek tudomású vételét követően úgy is tesz. Mert ö, lehet egy cetlit kapni, a legendárium szerint szok, sokszor adnak a nagy, különböző nagy ilyen cetliket, hogy mit, mit, kéne tenni, de hát ezt lehet megköszönve, mosolyogva összegyűrni és kidobni, hogy ez is egy javaslat, de köszönjük, van sajátunk. A másik nagyon fontos része, hogy, hogy ezt az egész vitát, Ugye nagyon tudatosan, hogyha megnézzük, és akkor kicsit visszaragadom a, a, az idősíkot a mostani helyzethez, akár a szereplők a, a konkrét finanszírozásban, akár a, a liberális média megpróbálja úgy föltüntetni, hogy olyan bélyegeket tesz a magyar kormányzatra, autoritár, diktatórikus, antidemokratikus, hogy, hogy egyszerűen azt a történetet, azt a képet próbálják fölvázolni, hogy itt tulajdonképpen itt nem külföldi érdekbe való vagy külföldi érdek beavatkozásáról van szó, meg nem a magyar érdek ellen, meg, meg hasonlók történtek, hanem igazából ezek a Márkizaj Péter Félik, a szabadságért küzdő utolsó mencsvárit Magyarországon, akiket minden áron emberi jogi értelemben kötelessége volt, meg a morális értelemben kötelessége volt támogatnia például ennek az Action for Democracy szervezetnek. Na most ez az a baj, ez, ez mondjuk szembeköpése a választói akaratnak és a választók millióinak Magyarországon, akik azért itt zárójában érdemes megjegyezni, hogy többen uh, szavaztak a kormánypártokra listán is, mint az összes ellenzéki pártra. Tehát, hogy azért itt valaki azt állítja, hogy itt uh, autoritár diktatúra van meg hasonlók, és uh, itt kötelező beavatkozni morális értelemben a, világ, a nyugati világnak, meg kell mutatni a helyes utat, ki kell nyitni a mi szemünket. Énképpen egy lesajnáló, és amúgy morálisan egy feljebb helyezkedő pozíciót látunk, és közben nem veszi tudomásul, hogy magyarok milliói egy irányba szavaztak, és az nem tetszik neki, az nem az ő iránya. Ezt érdemes azért tiszteletben tartani a bárkinek, legyen sok pénze, kevés pénze, attól, hogy valakinek sok pénze van, még nem kap demokratikus felhatalmazást. Demokratikus felhatalmazást itt és a világ, most szólok demokratikus felén, választásokon szokás adni és kapni. Igen, igazából a birodalmi gondolkodás egyértelmű, és amit most itt mondott Andri, az azért passzol ide, mert az a lényeg, hogy ki az, aki Magyarországon a gyarmati gondolkodást képviseli. Tehát a birodalmit azt értjük, Idehaza pedig vannak, akik a gyarmati gondolkodásban vannak, ők azok, akik kiszolgálják a nemzetközi érdekeket, akár pénzügyi támogatással, akár szellemi támogatással. A 90-es években szerintem ugyanez volt, hogy volt-e pénzügyi támogatás, azt nem tudjuk, de hogy volt politikai befolyás, az egyértelmű. Hát most őszintén az, amikor ide jönnek a nyugati cégek és felvásárolják az összes megyei, napilapot, és az a díl, az a megállapodás, hogy ezeket ők életben tartják, de a volt kommunistákat nem lehet onnan kitenni, hát akkor ez egy, ez egy, ez egy befolyásolási kísérlet és számtalan ilyen dolgot mondhatunk még nyilván a gazdaság területén is. Azzal, hogy felvásárolták akár a vidéki lapokat, meg is volt adva, vagy rögtön ki is volt kövezve az, hogy a 89 előtti pártállami nomenklatúra volt érdekelt abba, hogy külföldi segítséget kapjon? Szerintem egyetlenül... Tehát, hogy ez a fajta befolyásolási vonal, ez egy az egybe a baloldalhoz, illetve hát a nevezzük így, akkor az internacionalizmushoz. Hát kötődik. egyértelmű szerintem ezt ők ő, tudták azt, hogy ha az SZDSZ-MSZP kormány létrejön, az sokkal inkább fogja képviselni a nyugati érdekeket. Ők azok, akik a gyarmati gondolkodást Magyarországon képviselik. És ezt támogatta a nemzetközi sajtó, ezt támogatta a nyugati beavatkozás. Antal kormányában kevésbé bíztak meg. Nyilvánvalóan rajtuk is volt nyomás, tehát ezt, ezt azért nem lehet eltagadni, de kevésbé bíztak meg bennük, mint azokban a liberálisokban, akik tele voltak nyugati kapcsolatokkal, itt az sds re gondolok, és akik az úgynevezett reformkommunisták, ami szerintem fából vaskarika, de ők így nevezték magukat, azokkal összefogtak, és ezzel úgymond könnyebbé tették a nemzetközi befolyásolási kísérleteket, anyagi, főleg anyagi, akkor politikai befolyásolások kísérleteket. Segítek feloldani a reformkommunistát. A reformkommunista az a kommunista, aki hajlandó sok pénzért már a nyugattal is bizniszelni, nem csak a Moszkvával. Nagyjából ez volt a különbség. A reformkommunisták már, ha arról volt szó, akkor hajlandóak voltak elmenni Londonig. Keresteni a fél hazát, vagy bármi hasonló. Tehát a reformkommunisták, mondjuk a privatizációban rendszeresen gazdagodtak meg, és talán itt ér össze a dolog, itt értjük meg, hogy hogyan is ér össze a politikai értelemben vett szuverenizmus azzal a típusú gazdasági asszisztáláshoz, amikor megkiárosítja az országot a, a nomenklatúra, a, annak függvényében, hogy éppen hol maradt még mindig hatalma, mert azért ne felejtjük el, hogy bár volt -e egy rendszerváltoztatás, azért jó pár évnek el kellett tennie, hogy a nagyvállalatok vagy a kereskedelmi vállalatok és hasonlók élén lévő és tudással, valódi tudással egyedül bíró reformkommunisták eltűnjenek abból a szempontból a hatalomból, hogy meggátolják őket ebben, néha már késő volt, és néha már túl sok mindent sikerült így mondjuk úgy, hogy áruba bocsátani. Igen, van Csurka Istvánnak egy könyve, ez a dagonya, da, Dagonyázása, jól emlékszem, a 80-as évek elén írja, és pontosan ezt a reformkommunista prototípust írja le, aki már egyébként nem Moszkvába jár, hanem Párizsba jár szakmai utakon, de azért még elfogadja a pártól a különböző előnyöket, amit az akkori MSZNP kínál számára. A párban nem lép be, de azért ott dolgozik a minisztériumnál, és hát ők a rendszerváltoztatásnak az egyik nagy győztesei valóban. Közéletbe való beleszólásnak vannak formális és informális módjai. Amikor megszólal egy nagykövet, egy idegen ország, Budapesti nagykövete, akkor lehet tudni, hogy ő milyen érdekeknek megfelelően nyilatkozik. Amikor ezt kibővítjük, különböző nem kormányzati szervezetek véleményét olvasuk, különböző sajtóorgánumoknak olvasuk a híreit, vagy akár vélemény cikkeit, akkor ez már árnyalja. A 21. században a technika felrobbanásával hogyan keverednek össze, vagy keverednek-e a formális és az informális eszközök? Tehát James Bondok kora, amikor egy jaktatáskával elmennek, és Ergo kenőpénzt adnak, az, akkor az már ez a kép, ez már leáldozott. Szerintem bőven. Hát ezek nagyon szép történetek. Egy ellentétes dolgot látok én inkább. Tehát nem egy jóképű, képű, kisportolt férfi az, aki a befolyást megteszi, hanem mondjuk egy testileg leépült számítógép előtt ülő informatikus hacker. És most egy nagyon-nagyon egymástól távol álló képet próbáltam érzékeltetni, pont azért, mert valóban mások az eszközök, mások a, a folyamatok, de maga a logika ugyanaz. Tehát az emberi természet és a birodalmak természete nem változott, a technika változott, a befolyásolási kísérletekhez köthető csatornák változtak. A média az továbbra is erős, de annak is új formái vannak. Azon kívül, hát, mivel minden az interneten megy, azért itt a választásokkal kapcsolatos információk is ott áramlanak, azért ott is ott is azért nagyon nagy biztonságra van szükség, gondoljunk csak az Egyesült Államokra, ahol a levélszavazás, az internetes szavazás, a hekkereknek a, 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 a befolyásolásáról való közbeszéd, ezek ezek nagyon újszerűek voltak a, a, az eddigi vagy az elmúlt évtizedekhez képest. Ezek mind jelen vannak, és nem James Bondok vannak, ennél sokkal egyszerűbb történetek vannak, de ezek az egyszerű történetek, ha így összekapcsolódnak, akkor kellő bonyolultsággal bírnak, mint ahogy ebben az ügyben is látjuk, hogy egy-egy szereplőt kiemeljük, őt ismerjük, őt tudjuk, mit csinál, de ha az egész képen nézünk, akkor ez egy bonyolult kitalált struktúra, de nem James Bondok által kitalált struktúra ha már itt a véleménynyilvánítás vagy hasonlók, azért ebben is végeztünk kutatást, szintén nem olyan régen, két héttel ezelőtt, és eredményül azt kaptuk, hogy közel kétharmad, 65 az, aki nem ért egyet azzal, hogy mondjuk az USA nagykövetsége a magyar belpolitikáról így ebben a formában is ilyen közvetlenül véleményt nyilvánít így a nagy közönség számára. Tehát nem dolga. Ahogy a magyar nagykövetségek sem szoktak, sem az Egyesült Államokban, sem más, főleg baráti szövetséges, NATO szövetséges országokban belpolitikai kérdésekben így direktbe véleményt formálni. Ez egy régi bevett dolog a politikában, ez nem tudjuk lecsukni a szemünket, hogy az úgynevezett soft power segítségével, vagy annak eszközrendszerében kommunikációs, vagy egyéb mondjuk úgy, hogy tájékoztató jelleggel az információ tengerébe lőtt üzeneteket próbálnak meg a szereplők tenni, hiszen nyilvánvaló, hogy más az üzenet értéke, hogyha ezt a nagykövetség teszi, és ugye ez a, a dolognak ez a trükkje, hogy a nagykövetség mondjuk a közösségi felülete az el van látva az a hivatalos jellel, az az ő amúgy formális egyik kommunikációs gyors csatornájuk ami annak szól, hogy mindenki gyorsan, ha valami közleményt, vagy valami, valami rendkívül kell közzé tenni, akkor lássa. És ezt az amúgy formális csatornát és formálisnak tekintett eszközt használja informális célokra. És ezért ezt a trükköt használva ér el nagyobb hatást, mert hogy mi történik? A formális, formálisnál az emberek megszokták, hogy ez igaz. Aha. A formás ugye egy fontos, hát a, főleg az Egyesült Államok, aki, és főleg a háború idején egy NATO szövetséges, ugye a formás csatornáin olyan dolgokról beszél, hogy mi a helyzet a háborúban, mi a helyzet a biztonsággal, ugye különösen fontos most, hogy például hogy állnak a kapcsolatok magyar-amerikai viszonyban, teszem hozzá a hadi kapcsolatok továbbra is nagyon jók, ezt mind a két fél megerősítette. De hogy ezeket a formális csatornákat azért is figyelik az emberek, mert innen fontos, tájékoztató, amúgy igaz információk jönnek sokszor, mint hogy mondjuk uh, mi a helyzet egy, egy támadás során, vagy egyeztettek a különböző hadivezetők, vagy egyeztettek a külügyminiszterek. Tehát, hogy azért megszoktuk, hogy ezen fontos, amúgy uh, mindenki számára értékes információkat közönnek, és akkor egy ilyen csatornán nekiállnak be a politikai kérdésekben, Mondjuk fölteszem a kérdést, nem is feltétlenül a teljes igazságot kommunikálva, és akkor finoman fogalmazunk, hangulatot keltve, nem diplomácia vagy bármi egyéb kormányközi kapcsolatokat betartva kommunikálni, az eredményezi, hogy ennyire nagy hatást élnek nem véletlenül használják, tehát ezzel ők is tisztában vannak, mert lehetett volna egészen másképp is tenni, hanem amikor az ember a, fontos formális csatornát használja ilyesmire, akkor tisztában van azzal, hogy ezzel hitelesíti az amúgy nem feltétlenül hiteles üzenetét. Mert maga a keret, ahol ezt teszi, az hitelesíti azt, amit ott megosztanak. Jelesül például azt a videót az úgynevezett propagandisták, nem is tudom, hogy neveztek ott embereket. Igen, és ezen a ponton nem lehet nem megemlíteni, Goodfriendnek az esetét is, aki az Obama adminisztráció alatt volt Magyarországon nagykövet. Ő egyébként ellenzéki tüntetéseken vett részt. A netadó tüntetésen részt vett. Azon a netadó 2014 tüntetésen. 2014-ben, igen. igen. Ami utána a Fidesz székháznál élt véget, megdobálták a Fidesz székházat. Tehát amikor ilyen szintű beavatkozás van, akkor szerintem egyértelmű a szándék, ahogy az André is említette, hogy itt megpróbálják hitelesíteni az egyébként politikai célokat egy ilyen hivatalos köpenybe belebújtatni. Hogyha már említette a netadó elleni tüntetést, akkor emeljünk be még egy fórumot, ahol megjelenhet a befolyásolás, ez pedig az utca. Volt itt netadó elleni tüntetés, legszeu elleni tüntetés, munkatörvénykönyvének, illetve az a módosítás ellen tüntetés, és még fel lehetne folytatni a sort. Ön ezzel kapcsolatban egy ismétlődő politikai mintázatot említett. Belegondolva, mindig választások után van tömegtüntetés. Miért? Tehát, hogyha az ellenzék valóban erőt akar demonstrálni, akkor miért vár októberig? Miért nem a választások megelőzően, a választásokat megelőzően. Márkizai Péternek emlékezetes volt a tavalyi október 23-án, amikor nagyjából a hívó szavára ezren látogattak el az Andrási útra. Most mégis a tanár tüntetés kapcsán több tízezren ennek ki az utcára. Valóban van egy mintázat, mi a 21. század intézetnél ezt többször több tanulmányban is leírtuk. Békés Márton is írt erről, jó magam is írtam erről az elmúlt két hétben egy-egy tanulmányt. És ebben megpróbáljuk azt leírni, hogy az a mintázat, miszerint van egy vesztes választás. A vesztes választás után padlóra kerül az ellenzék, tehát nem találja a mondani valót, nem találja a helyét, viszont nem akarja a megújulást, tehát ellene van a megújulásnak, ott akar maradni a hatalom közelébe, hát mit tesz? Megpróbál rátelepedni azokra az elégedetlenségi mozgalmakra, amelyek ilyenkor természetszerűleg alakulnak, vagy általában kialakulnak. Most a, aktuálisan itt a bérkövetelések a, a, az oktatás, a tanárok és a pedagógus esetében az oktatás ügyben. Ez volt az az ügy, amire megpróbáltak rátelepedni. Előtte akadta a tüntetésre, de az sikertelen volt. És hogyha megnézzük a, a, a pedagógus tüntetéseket, és akkor itt is lehet látni egy olyan mintázatot, ami minden ilyen helyzetben előjön, hogy egy forgatókönyvszerű forgatókönyvszerű szervezés és profi befolyásolási kísérletek vannak, amiket mi egyébként le is írunk, hogy ennek van szakirodalma Nyugat-Európában, ilyenek a Popovics vagy Popovic által írt könyv. Ő egy hogy... szervúri ember, ő egy Szer... Pontosan, ő a bulldozer forradalmat szervezte, az ottpor mozgalmat, vagy Alinsky talán az ő neve ismerősebb, de Jane Sharpnak is a neve, aki 198 darab módszert ír le, hogy hogy hogyan lehet ö, ö, olyan ö, megmozdulásokat szervezni, vagy olyan eszközökkel érni, amivel destabilizálják a stabil kormányzatot, ezeket újra és újra előveszik. És hát ez olyan, olyan régi az egyébként, hogy ez a Molnár Áron nevezetű Színész fiú, aki most ezeknek a tüntetéseknek az egyik ismert arca, pont ezt a két könyvet említette, és a, a Jane Sharp könyvét még a rendezvényen a színpadon mutogatta is, és az emberek közé ö, dobta, tehát szerintem ez egyértelmű ebben az esetben. És a kérdésre visszatérve, hogy miért így történik, mert egyszerűen nincs mondani való, és keresik a mondani valót, és megpróbálják a stabilitást ö, Megpróbálják a stabilitást megingatni, tehát destabilizálni akarják a politikai rendszert, megpróbálnak egy olyan helyzetet teremteni, ami egy polgárháborús helyzet, amiben esetleg nem választásokon, hanem választásoktól eltérő módszerekkel, akár egy külföldi beavatkozási kísérlettel, úgynevezett szakértői kormányokat tudnának létrehozni. Ilyet láttunk már azért akár Európában. A Balkánon nagyon sok ilyen példa van, ahol ezt láttuk, és Magyarország esetében is szerintem ez a cél. És a választások előtt meg nyilvánvalóan azért nem, mert a választások előtt abban bíznak, hogy meg tudják nyerni a választást. Amikor ez nem sikerül, akkor nyúlnak másmilyen eszközökhöz. Molnár Áronnál azért mindig fölmerül a kérdés, hogy miért mutogat pulóvert vagy könyvet egy színpadon, lehet, hogy a webshopján lehet megrendelni. Ez így van. Ami a merchandising az, az, az mindenek felett. Az, jobban, talán nála jobban jellemző. Amit viszont a fontos kérdés, hogy a bérkövetelések mellett, amik azért uh, szeretném leszögezni, hogy jogosak. Uh, azért most már megjelentek nem a bérkövetelésekről szóló táblák is, hanem megjelentek uh, olyan, uh, mondjuk úgy, a 2010-es évek előtti uh, uh, különböző oktatásban lévő ötletek, reformkísérletekre vonatkozó a táblák is, amik már régen nem a bérekről szólnak, ezek jellemzően azért már inkább politikai jellegű követelések, inkább olyan jellegű, hogy megközétésbeli, világnézetbeli kérdések, ha úgy tetszik. És azt is hozzá kell tenni, és ilyenkor az ember így megnyugodhat, hogy amúgy nagyon helyesen több embert érdekel Magyarországon a tanárok bére, mint az ellenzéki pártok. És úgy tűnik, hogy a támogatásuk is a tanároknak, pedagógusoknak nagyobb. Erre inkább ráakaszkodni próbálnak az ellenzéki pártok, mert hogy azért mégis arról van szó, itt a felvezetőben is helyesen elhangzott, Márki Péter mikor utcára hívott valami teljesen, hogy is mondjam, csak számára fontos ügyel embereket, hát pont akkor a sikert könyvehetett el, 1500 emberről lehetett ott beszélni. És éppen ezért minden alkalommal, főleg ilyen választási Maldai szempontból tragédia után kell találni egy ügyet, amire föl lehet kapaszkodni, és az az ügy majd viszi őket tovább. Ezek helyesen elhangoztak, minden minden egyes választási kudarcukat követően más jellegű ügyek voltak, és szerintem teljesen mindegy, nagyjából számukra. Hiszen nyilvánvaló, hogyha az ellenzéki pártok számára olyan kifejezetten fontos lett volna mondjuk a tanárbérek helyzete, akkor a kampányban zászlóra lehetett volna tűzni három fontos kérdést. Az egyik mondjuk ez. Vagy az elmúlt 4-8-12 esztendőben akkor kijelölni egy, két, öt embert, vagy egy komplex pártot, aki csak erről beszél. Nem De, ez történt. Igen, és olyan rég az az, amit az, a, az André most elmondott, hogy ha megnézzük a pedagógus tüntetéseknek az ívét, akkor ahogy előtérbe kerültek a kormány ellenes szavak, tehát kiszélesedett ez az egész tüntetés egy kormány ellenes Megmozdulássá, úgy tűntek el az emberek róla, tehát egyre kevesebben vettek részt. Most hétvégén már szinte alig lehetett látni ö, ö, résztvevőket, ahogy egyébként én már a bérkövetelést nem is hallottam ezen a rendezvényen, hanem az Orbán ritmusoktól kezdve egészen elképesztően Vulgáris megszólalásokig, akár a színpadon, akár az emberek között. Ezt így Popovics könyvéből, elnézést, hogyha nem jól mondom a nevét. Popovicsnak mondjuk itt, de egyébként szerből Popovics. Ő <laughs> Ugye mondja, hogy. A így mondják. Tehát azok a követelések lesznek sikeresek, abból lesznek tömegdemonstrációk, amelyek a társadalom valós követket követeléseire épülnek, tehát a mindennapi életet. Ön is említette, ahogy megjelentek a kormányellenes rigmusok, egyre kevesebben vannak jelen az utcán. Tehát ilyen szempontból ez is kontraproduktívvá válik. Hiába próbálja az ellenzék egyfajta vitorlaként kifogni a szelet. Persze, mert most kormányváltásra nincs igény. Tehát a rendszer, tehát ugye a, a, az ellenzék most rendszerváltás, Társról beszél. Ők rendszeren kívüli ellenzékként próbálnak magukra hivatkozni. Ami szerintem egy furcsa dolog, és szerintem nagyon sikertelen próbálkozás. Főleg a demokratikus koalíciói jár ebben élen, ugye ők azt mondják, hogy ők nem kívánnak ebbe a rendszerbe betagozódni, kívülről akarják ezt... Megtámadni. Na hát ehhez eszköz lehet egy ilyen forradalmi helyzet. De való igaz az, hogy itt valós problémákról van szó, de válságot élünk. Tehát kinek ne, lenne egyébként bérigénye, bérkövetelése? A pedagógusok ráadásul valóban elmaradtak a bérfejlesztésben az elmúlt években. Utoljára ugye az Orbán kormány emelte az ő bérüket hét évvel ezelőtt, talán részletekbe, ami egy nagy bérnőökvén volt, de azóta ezek elmaradtak. Tehát ezek jogos követelések, és való igaz az, hogy ahogy rátelepszenek a pártok, az ellenzéki pártok, és megpróbálják ezt kihasználni, itt eltűnnek azok a jóérzésű emberek, akik egy tényleg a bérkövetelés miatt mentek ki az utcára. Hogy lehet egy jóérzésű pedagógus, hogy érezheti magát egy olyan rendezvényen, ahol felakasztják Pintér Sándornak a bábuját, és megdobálják Papír Galacsinnal. Ahol káromkodnak olyan oly módon a színpadon, ami vállalhatatlan közbeszéd bármilyen, területén. Hogy érezheti magát egy pedagógus egy olyan rendezvényen, ahol elégetnek jelképeket, elégetnek kormányzati arcokat. Tehát ez, ez, ez nem működik. Tehát igazából ez valóban elriasztja azokat az embereket, akik tényleg a jogos követelések miatt mentek ezelőtt az utcára. Te elhangzott egy szerintem nagyon igaz mondat ebből a könyvből, hogy valós társadalmi igény. Na hát egy valami biztos, hogy például a Momentum az a, az elmúlt években nem olvasta, és a könyv ezen részét biztos, hogy ideig nem jutott még el, mert a, visszagondolunk az Európai Uniós ügyészség, meg a, a demokrácia deficit, ezek voltak, meg ilyen nagyon ehhez hasonló, ilyen óriási hívószavak voltak az ő zászlójukra tűző mindig. Most, ilyen is ehhez hasonló ügyekkel, valóban nem lehet utcára hívni embereket, ahogy a vulgaritás ezen részével sem. Erre már azért nagyon sok példát láttunk Magyarországon, hogy megpróbáltak, most is 600 ezt a cirkuszpolitikát viszi, a Juhász Péter volt ennek az egyik emblematikus figurája. Érdemes az ő, hogy is mondjam, a múltjukból kiindulva a, levonni a következtetéseket, hogy közép vagy hosszú távon milyen sikereket lehet elérni a, ezzel itthon, mérsékelt, tehát azért az látszik, hogy mérsékelt, hatház itt sem tűrik meg most már egy politikai közösségben sem, ne felejtjük el, hogy azért ő beárta a Fidesz, LMP, Momentum hármast, és most már sehol sem látják szívesen, tehát nem a, nem csodálkoznék, ha a következő alkalommal már tényleg szék nélkül maradna egy következő patkóztásnál. Üm, igazából a legfontosabb kérdés valójában az, hogy ha mondjuk jövő évtől ezek a béremelések elindulnak, akkor, akkor valóban utcára hívják-e újra az embereket, és ha igen, akkor mivel? Mert ha tényleg az lesz, hogy a bérkövetések megvannak, de mondjuk ugyanúgy ezeket a politikai szólamokat látjuk, és az egész ismét átfordul, mondjuk a tavasztól egy ilyen alapvetően csak kifejezetten kormányjelenes rendezvényi, akkor megint csak az lesz, amiről eddig is beszéltünk, hogy valójában ezek nem feltétlenül ellenzéki párt rendezvényeknek induló, de az ellenzéki pártok által átvett pártrendezvényekké válnak mind. Még egyetlen rövid kérdés és elnézést, nagyon a műsor végén járunk, de amikor van egy ilyen könyv, mint a Popovics féle forradalmi tanácsadó, és van egy igény azzal kapcsolatban, hogy legyen egy változás Magyarországon, ami feltételezzük, hogy a tengeren túrhol jön. A narratívát hogyan lehet összeegyeztetni a helyi viszonyokkal, vagy egyáltalán a tengeren túlon elgondolkoznak-e azon, hogy össze kéne egyeztetni a helyi viszonyokkal, nem rébuszokba beszélve, amikor Magyarországon mondjuk a baloldal is arra büszke, hogy a rendszerváltás vértelenül zajlott le. Amikor 2006. októberébe az összedi beszéd kiszivárgása után vagyunk. Több tízezrek mentek ki az utcára és a Fidesz nem állt bele az előrehozott választásba, hanem 2010-ben normális választáson nyert, és alakított kormányt kétharmaddal. Tehát amikor az egész 30 évünk, három évtizedünk arról szól, és nagyjából a társadalomba szerintem ebbe egység mutatkozik, hogy a politikai stabilitás az nagyon fontos, akkor miért gondolják azt emberek, hogy tényleg egyfajta ilyen gyarmati szemüvegen keresztül itt forradalmakat kell, vagy próbálnak megszítani. Hát távol álljon tőlem, hogy az aktivisták pszichológiai és mentális helyzetével foglalkozzam, de azért nagyon sokszor látszik, hogy ezek az emberek vagy kőkemény üzleti érdekek miatt teszik, amit tesznek, vagy pedig sikertelen vesztes emberekről van szó most elég gondolni Molnár Áronra, aki egyébként a Filmvészeti Egyetemről hajították ki, vagy Gulyás Mártonra, akit szintén kidobtak a Filmvészeti Egyetemről. De ezt a történetet félretéve való igaz az, hogy sokan úgy gondolják, és sokan azt hiszik, vagy úgy érzik, hogy az, ami nyugaton van, az jobb. Az mindig jó. Ez ugye belénk volt kódolva, ez a nyugati minták másolása a rendszerváltoztatáskor. Ez ma már egyébként nem olyan erős, mint 20 évvel ezelőtt, de azért még megvan. És erre fel lehet fűzni egy ilyen politikát, hogy minden változásnak az a lényege, hogy közelebb kerüljünk Európához, a nyugathoz, Amerikához. És így próbálják legitimálni vagy magyarázni azt a munkát, amit ők tesznek. Tehát akár még egy forradalom is belefér abba, hogy mi oda tartozunk nyugathoz, mert ott minden jobb. Tehát ez a leegyszerűsített magyarázata is legitimáció és próbálkozása kísérlete ennek a politikai eljárásnak. Balóc André. Nem kíváncsiak rájuk elegen. A magyarok többsége nem kíváncsi rájuk. Hát ha nem kíváncsiak rájuk elegen, akkor meg kell próbálni mindenféle ilyen trükköket. Ennyire van szó. Köszönöm szépen. Meg is van a zárszabunk a mai számadóba. Nagy Ervint a XXI. század intézet elemzőjét és Palóc Andrét a Század Végközéreti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzőjét hallották. Köszönöm szépen!